Amíg Athén főterén ünnepeltek a görögök, az Európai Unió és a tagállamok döntéshozói jóval borulátóbbnak bizonyultak a referendum következményei kapcsán. Egyes konzervatív német politikusok szerint Alexis Tsipras katasztrófát okozott. A német külügyminiszter már visszafogottabban nyilatkozott, szerinte el kell fogadni a görög nép döntését. Hangsúlyozta, most döntéseket kell hozni, és a görögök oldalán pattog a labda. A Tsipras kormánynak kell most új javaslattal előállnia, amellyel rendezni tudják az ingatag pénzügyi helyzetet. Az Európai Parlament elnöke a lehetséges következményekről beszélt. Martin Schulz szerint humanitárius katasztrófához is vezethet, ha a kórházak, bölcsödék és más állami intézmények bezárnak a pénzhiány miatt. It's now up to the Greek government to make proposals which could convince the 18 other member states of the Eurozone and the institutions in Brussels that it is necessary, possible and even effective to renegotiate. But this depends now from the proposals coming from Greece. Nevertheless, we have to respect the sovereignty and the will of the Greek people expressed today in the referendum. Schulz véleménye szerint azok az ígéretek, miszerint a bankok újra kinyitnak és az emberek felvehetik a pénzüket, nagyon nehezen teljesíthetőek és veszélyesek is. Angela Merkel, aki előzőleg a referendum eredményeinek nyilvánosságra hozásáig elutasított minden további tárgyalást, az esti órákban Párizsba utazik. François Hollande, francia köztársasági elnök és a német kancellár a kialakult helyzetről tárgyalnak. Németország az elmúlt hetekben kemény álláspontot képviselt a harmadik mentőcsomag tekintetében. Görögország főhitelezőjeként több mint 60 milliárd eurónyi kölcsönt nyújtott az évek folyamán. Uniós elemzők szerint van esély a megállapodásra Görögország és a hitelezői között. Londoni elemzők szerint viszont gyakorlatilag biztos, hogy a görögök kiesnek az eurózónából. A megegyezés lehetősége egészen július 20-áig nyitva maradhat. Görögországnak ez a következő kritikus dátum, mivel eddig kell egy nagy összegű 3,5 milliárd eurónyi adósságot törlesztenie az Európai Központi Banknak. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke rendkívüli csúcs találkozóra hívta össze az eurózóna tagállamainak vezetőit kedd estére.